Nagy szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai napon. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy ezt a könyvnek, ennek a könyvnek a bemutatóját Szolkálom településen tartják meg. A második Rákóczi Ferenc könyvtár szervezésébe. De igazgatóasszony elnézést kér és üdvözletét küldi mindenkinek, de ő beteg lett, és így most nem tud itt lenni. Úgyhogy én meg is kérném Demeter Zoltán, országgyűlési képviselő urat, hogy vezesse fel röviden ezt a mai rendezvényünket, és akkor utána pedig meghallgatjuk a regényről az írót. Köszönöm szépen! Jó, köszönöm szépen! Én is mindenkit nagy szeretettel köszöntök ezen a mai könyvbemutatón. És köszönöm szépen Polgármester úrnak a meghívást. Hát annyira a könyvet én bemutatni nem tudom, mert még nem olvastam, de remélem, hogy majd lesz rá lehetőség és alkalom. A mai napon amúgy már kaptam egy könyvet, van, amikor az embernek ilyen sűrű napjai vannak, és tulajdonképpen olyan eseményeken vehetünk részt, amikor azért felidézzük az emlékeket. És ugye Tardonán voltam már reggel 7 órakor egy jókai emléktúra megnyitása volt, ahol is az 50. alkalommal emlékeztek Jókai Móra. És aztán Nagyvarcán szintén egy emléktornán vettem részt, ez már az asztali teniszről szól. Egy elhunyt pedagógusra emlékező van egy asztali tenisztorna. És itt pedig tulajdonképpen szintén egy emlékre, illetve egy emléktologról van szó, ugye Szuhakállóban bányászottak, azért a hagyományhoz tudjuk, hogy mennyire erősek. Tudjuk azt, hogy itt Szuhakállóban nagyon sok család abból élt, és abból tartott el az ember, valamikor falusiasan így mondtuk, vagy így mondták, hogy bizony nehéz fizikai munkával, bányai munkával tartották el a családot, így biztosították a mindennapi megélhetést. És én azt szeretném hangsúlyozni egy rövid gondolatban, hogy mennyire fontos az életünkben az emlékezés. Csak azért, mert szokták mondani, hogy aki nem ismeri a múltat, annak nincs jelene, aztán nem is lesz jövője. Hanem az emlékezés az azért fontos, mert valamikor az elődeink átéltek már olyan dolgot, amelyek jó, hogyha a következő nemzedékek életében is valamilyen helyen szerepet kap, vagyis súlyossá válik. És én úgy gondolom, hogy itt Szuhakállóban nagyon fontos a bányász volt, és nagyon fontos az, hogy egyrészt emlékezzünk azokra is, hogy a meghívóban az is szerepelt, hogy 52-ben ugye itt volt egy vízbetörés a bányába, és több szuhakállói bányász is sajnos ennek áldozatul esett, és az embernek egy fontos pillanat vagy momentum az életében, amikor így vissza tud emlékezni a szeretteire, azokra az emberekre, akiknek valamikor köszönhették azt, hogy megszülettek, még köszönhetik azt, hogy ma is itt lehetnek még közöttünk. Tehát ezért is fontos az emlékezés, hogy egyrészt emlékezzünk azokra, akik a szeretteink voltak, másrészt pedig fontos, hogy itt megőrizzük azt a bányász múltat, azt a hagyományt, amely jellemezte Szuhakállónak az életét. És én nagyon örülök annak, amikor különböző civil szervezetek alakulnak, pontosan a múltak a feltárásával foglalkoznak, vagy foglalkoznak azzal, hogy a hagyományokat megőrizzük. Az pedig mindig egy külön öröm, amikor nem egy szervezet, hanem mindig van a körzetünkben egy olyan személy, egy olyan valaki, aki pedig azt szeretné elérni, hogy írásba foglalva, könyvformájában is megmaradjon mindez az utókornak. Mert mindannyiunk életének egy fontos mozzanata az, hogy valamit szeretnénk hátrahagyni. És akkor, amikor egy könyv megúródik, legyen az egy település történet, vagy éppen a bányász múlt, vagy éppen emlékezés az 52-ben történt tragédiára, az egy olyan maradandó könyv, amelyet véleményem szerint bármely nemzedék majd a kezébe vesz, vagy elolvas, akkor fogja tudni azt, hogy mi történt 1952-ben, és fogja tudni azt, hogy milyen bányász múlttal rendelkezett Szuhakálló. Úgyhogy én szeretnék önnek gratulálni, hogy ezt a könyvet ugye megírta, és ez majd a kezünkbe kerülhet, és olvashatjuk, és mindazoknak, akik a múlttal foglalkoznak, és valamilyen értéket hagynak hátra. És természetesen a hátrahagyott értékek mellett mindig fontos a jelen, mindig fontos az, hogy most hogyan éljük a mindennapjainkat,
És én azt mindig el szoktam mondani, sőt, erőteljesen hangsúlyozom is, hogy az életünk az akkor él valamit, hogyha elvégezzük azt a feladatot vagy munkát, mire mi bízatott, amit el kell végeznünk, dolgoznunk kell, és ugyanakkor pedig fontos az, hogy mi, akik ma élünk, akik együtt vagyunk, milyen közösségben tudunk úgy együtt élni, hogy annak a közösségnek érezzük az erejét, és a közösség munkájából mi is erőt meríthetünk a saját egyéni életünket. Mert az ember nem azért születik, és nem azért van, hogy csak legyen magának elbújdokolva, vagy bezárkózva egy szobában, hanem pontosan azért, hogy közösségben legyünk, mert a közösségben tudjuk megosztani a gondolatainkat, a közösségben tudjuk elmondani egymásnak az örömeinket, és a közösségben tudjuk a gondjaikat is elmondani, és a közösségből így tudunk erőt meríteni. Mert a közösség mindig akkor erős, ha tudunk örülni egymás örömének, akkor meg tudjuk hallgatni, meg hallani egymás problémáját, és ha kell, akkor tudunk segíteni, és tudunk áldozatot is hozni. Tehát ez a kettő, ha együtt van, hogy megvan a múltunk, emlékezünk arra, ami a hagyományi egy településnek meg az erőssége, és ugyanakkor tudjuk azt, hogy mit kell tennünk a jelenben, hogyan kell élni a mindennapokban, akkor biztosak lehetünk abban, hogy a jövőnk az biztosított mindannyiunk számára. Én ezekkel a gondolatokkal köszöntök mindenkit nagy szeretettel, és még egyszer szeretnék gratulálni a könyv megíráshoz, és köszönöm szépen a meghívást. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Köszönöm szépen a köszöntőt, és hogy megosztott a gondolatait, Zoltán. Ez a kötet bányászokról, de nem csak bányászoknak szól. Egy letűnt korszak mementója. A drámai kisregény valós történeten alapul, az 1952-es szuhakálói bánya szerencsétlenség eseményein. A cselekmény fővázak korabeli és fennmaradt dokumentumok, újságcikkek, visszaemlékezések alapján lett rekonstruálva, sok-sok fikcióval színezve. A szereplők létező emberek voltak, de a személyiségük, külsejük, reakcióik és a párbeszédek túlnyomó része a képzelet szüleménye. A helyzetek kitalált szituációk mind az írói fantázia részei. Izgulhatunk a mélyben rekedt bányászok sorsa felől, szemtanúi lehetünk a bányamentők halált megvető bátorságának, és elkísérhetjük Hám Kálmán utolsó vezetésére is. Ez a kötet tisztelgés a bányamentők és a mindenkori bányákban dolgozók emléke előtt. Ez a kötet itt létem oka és az eladásom tárgya is. Ezt az ajánlót úgymond a végére szintén így írtam, ki fogok térni a könyvnek igazából az eredet történetére, azt, hogy miért írtam meg, miért gondoltam, hogy nekem ezzel a témával foglalkoznom kell, egyáltalán mit üzem a bányászokhoz és a bányászathoz, hogyan jött létre ez a kötet, tehát ilyen nagyon bányász és nagyon szakmai dolgokba egyébként nem fogok belemenni, a történetet nem kell átolcettig elmesélni, hiszen önök ismerik ezt a legjobban. Nyilvánvaló, tehát erre is ki fogunk térni, hogy azért a környezet lefestését, a szituációkat, mind egyébként a beszámolók alapján, mind élő szemtanúkat, illetve bányában dolgozókat meghallgatva, nyilván úgy próbáltam a környezetet rekonstruálni, hogy az a szakmailag is úgymond megfeleljen. De hogyha ilyen keresztkérdéseket tennének majd esetleg föl, akkor hát lehet, hogy megbukok, meg kell visszaemlékezni erre az ismeretre, vagy a könyvben írtak alapján, de hangsúlyozom, hogy ez igazából egy kis regény, egy történet, egy tisztelet, tisztelgés az előbb felhangzott személyek irányába, és hát ez a történet volt az apropója. 48 éves vagyok, elárulhatom, de dologtól, hogy ide érkeztünk, elzsibbadt a fenekem. És arra gondoltam, ugye Hám Kálmán neve elhangzik itt az ajánlóban is, hogy ők egy akkori fakarusszal talán este indultak, nem olvastam újra a regényt, tehát nem akarok nagyon bakizni, ha elolvassák, nyilván én a valós történetet rekonstruáltam egyébként, elindultak este felé, vagy késő délután, és hajnalban vagy reggel értek ide Dorogról, fakarusszal, ugye ilyen Ikarusz átalakított teherautóval, és zögykölődtek végig, nem tudom, hogy bírták, én úgy rekonstruáltam ezt a dolgot, az elbeszélések alapján is, hogy nyilván igen fáradtak lettek, és hozzájárult mindahhoz a bonyolult
a bonyolult helyzethez és magához a végkifejlethez is. Ez a fáradtság is, és más sok-sok tényező, hogy ez a történet így végződött, mármint úgy értem, hogy ambivalens módon, hiszen megmenekültek a bányászok, hál' Istennek, de azért egy áldozata is volt ennek. Úgy terjedt el még gondolom is ennek a történetnek a híre sokáig, hogy ott bemutattuk ezt a könyvet, hogy Hám Kálmán életrajza. Nem tudom, miért történik ilyen az embereken, csak arra tudok tippelni, hogy amikor munkatársakkal valamelyikünk, vagy otthon fütyörészünk, énekelünk egy dalt, vagy a lányaim művészeti iskolába járnak, zenélnek, elkezdenek játszani egy dalt, akkor utána mi is elkezdjük dúdolni, tehát önkéntelenül is utánozunk, még akkor is, ha a rádióban olyan dal szól, amit nem szeretünk, elkezdjük esetleg dúdolni, jaj, ezt az előadót nem is szeretem. Valahogy így elterjedt ez a Hám Kálmán életrajzos dolog, szó nincs róla, az egyik főszereplője Hám Kálmán, de az események középpontjában a Szuha Károlyi történések állnak, és az, hogy őnek ide kellett jönni. Elhangzott a nevem, és a könyvben is rajta van, Szabó Berghauer Zoltán vagyok, én szereztem ezt a könyvet. A munkahelyemről röviden beszélnék, hiszen én a kultúrában dolgozom, egy integrált összevont intézménynek vagyok a vezetője. Ezt az intézményt több mint két évvel ezelőtt vonták össze, én eredetileg a könyvtárunknak a vezetője voltam, előtte alkalmazottja, ez majd megjelenik, hogy a történet hogyan született. Most pedig egy integrált intézményt vezetek, ami áll egy József Attila, Dorogi József Attila művelődési házból, aminek az az érdekessége, Mukinak is szoktuk nevezni, hogy Dorog-György Tatabánya viszonylatban nincs ekkora művelődési ház, ez előny is, alapvetően előny nyilván, és hogy ez az intézmény idén 100 éves, az alapkőletételéről beszélünk 23-ban, ugye dr. Schmidt Sándor nevét talán itt is ismerik, az első dr. Bányamérnök, aki Dorogra került, és ott egy hihetetlen innovatív dolgot kezdett el a 10-es, főként a 20-as évekbe és az a 30-as évekre is kiterjedt. Az intézmények soraiba szerepel a könyvtárunk is, a Gáti Zoltán Városi Könyvtár, aminek korábban vezetője voltam, aztán így összevonták ezt az intézményt is. Ennek lettem a vezetője, Gáti Zoltán neve megint csak Schmidt Sándorhoz tartozik, aki oda hívta ezt az arany okleveles bányamérnököt, akinek rengeteg épület fűződik a nevéhez Dorogon és Dorog környékén is, például a könyvtár, ezért vette fel a nevét talán 8 évvel ezelőtt, amikor felújították az intézményt, és ez az épület is igen régi, 23-ban lett áttervező és kivitelezve Gáti Zoltán révén, tehát maga az épület, a könyvtár épülete is 100 évesnek mondható, előtte már volt egy kis hodály, Gáti így nevezi az emlékiratot, és ebből lett tulajdonképpen később a könyvtár, ahol mi beköltöztünk. Eredetileg ez bányakaszinónak indult és épült és építették át, az altisztek ott szórakoztak, de volt könyvtár, szórakozási lehetőség, egyéb dolgok is. A harmadik intézményünk az 3 éves már körülbelül, ez a Reimann Bányászat Történeti Univerzum. Úgy tartotta jónak a fenntartó, Dorogváros önkormányzata és a fenntartó, az intézmények fenntartója, hogy a bányászmúltnak méltó emléket állíthat egy 21. századi igényeknek is megfelelő intézmény, ugyanis van egy negyedik intézményünk, de az igazából plusz munkaerőt nem igényel, ott nem vagyunk minden nap jelen, ez egy bányászemlékház, egy klasszikus bányászemlékház, amire igen ráférne azért a felújítás, a tatai bánya muzeológusok javasolják is, hogy ez a fajta régebbi típusú és retro múzeum nem nagyon létezik, de ez is érdekli az embereket. Ugye ez a miniverzum azért jött létre, hogy generációkon átívelően is élvezhetővé és átadhatóvá tegyük a bányász múltunkat ott Dorogon. Hiszen ahogy Schmidtet is említettem, Schmidt Sándor, Gáti Zoltán, bárki, tulajdonképpen nálunk azért nagyon beszélgettem polgármester úrral, amikor idejöttünk, hogy itt hogy viszonyulnak a bányászhoz egy-két generáció távlatában is. Dorog ettől nagyobb léptékű város, nyilván tudja is, mert járt ott, illetve talán önök is tudják, de azért azt, hogy várossá fejlődhetett Dorog később,
annak az alapjait, és hogy azt a szerepet, amit betöltött dolog később 45 után is, Magyarország vagy a bányászat történetében, azt nagyban Schmidtnek, talán leginkább Schmidt Sándornak köszönhetjük, illetve annak a garnitúrának, akit ő maga, azokat a nagyon tehetséges embereket maga köré gyűjtötte, legyenek azok szakemberek a bányában, vagy művészek. Hihetetlen mértékben megindult akkor dolognak a virágzása, és ez a 20-as évekre komolyan tehető. És ezért nekünk ez a bányászmúlt felejthetetlen, illetve vannak még képviselői nyilván, ahogy itt is, tehát erről beszéltünk. Ez a bányász emlékház még, említettem pedig idén, mert 83-ban jött létre, 40 éves. Annyi évforduló van idén, és mindjárt elhangzik még a többi évforduló is. Röviden ennyit az intézményeinkről, illetve hogy én ezeket vezetem, ezeket próbáljuk összefogni egy egységes kulturális koncepció alapján, de ugye a bányászattal kapcsolatos évfordulók vagy tematika, ez minden évben újra és újra előjön. És én büszkén, én nem szeretem ezt a szót, illetve hogyha leülünk borozgatni, sörözgetni, teázni, kávézni, akkor megbeszélhetjük, hogy a büszkeség, hogy mire vagyunk büszkeség szó, kinek mit jelent. De most ezt kell, hogy alkalmazom ezt a szót. Én büszke vagyok, hogy eljöhettem tulajdonképpen önök közé is, egy ősi, régi, nagyon nagy család tagjaként. Így vagyok jelen itt, és egy szűk családi körrel érkeztem, akikre röviden muszáj lesz kitérnem. És Magyarországon azt tudni kell, szerintem a város kérdésnek a végére összefogjanak, hogy is kitalálják, ennek ez a nagy család egyre kevesebb képviselővel rendelkezik, és most épp abban a szakaszban tart a család történet, amikor még nem teljesen történelmi és hagyomány a létformája ennek a családnak. Sokkal inkább a kifejezést egy rendezvényen hallottam a Reimannban legutoljára, az egyik intézményünkben, egy underground mozgalomhoz hasonlítható. Főként kis létszámú és bennfentes témáik miatt néhány helyen évente maximum egy nagy rendezvényen. Ez a nagyon nagy és népes család, ami fogy, és én ezer szálon ugyan nem, de ezer szálon mégis kötődök hozzájuk, és fogadott tagjuk vagyok, elmondhatom Dorogon is, ez a bányászok családja. És nagy örömmel jöttem önökhöz, és azt kell mondjam, hogy nagyon bánom, és egyfajta mulasztás talán részemről, de remélem, hogy a kis regényt, amit a kezükbe vesznek, az ezt feletteti és kárpótolja önökben azt, és nem fognak arra gondolni, amit most mondok, hogy nekem nem sikerült Szuhakálóra eljönnöm, amikor készült ez a regény, mert egyébként hosszú ideig készült, bár nagy hiátusokkal, ugye nem tudtam a szuhakálóiakkal beszélni, bár helyről vannak adataim, információim, Robitnak a visszaemlékezései, viszont telefonon tudtam helyiekkel beszélni, ezt a forrásanyagnál mindjárt újra meg is említem, hogy hogyan sikerült ezt összegyűjtenem. Van egy sorszerűség az életemben, hogy az előbb elhangzott a nevem, Berghauer, ez németül Vályát jelent. Viszont se Dorogon, se a környékén nincsenek Berghauerek, Vályárok ugyan vannak, vagy voltak. Feleségemnek a nevét felvettem. Talán Erdélyben lehetne keresni Berghauereket, mert ugye Dorogon is a bányászat, mikor beindult, akkor Erdélyből sokan települtek oda a kolóniákba, de nem, ez egy 100 felmenőkkel bíró család Kárpátalján, de a sorszerűséget azért említettem, mert kikötöttem Dorogon, ahol egyébként zárójelben jegyzem meg a Richternek egy gyára működik, és én Kőbányán nőttem föl a Richter tövében, tehát nem is értem ezeket. Szóval én kikötöttem Dorogon a Berghauer névvel, és ez is egy sorszerűsége annak, hogy talán aztán ennél a könyvnél is kiköthettünk. Ezt az egy szem könyvet alkottam eddig, tehát igazából írónak nem mondhatnám magam, a helytörténet nagyon is érdekel. Az egyik családtagom, aki itt van, nagy műkedvelő, a nagylányom van itt, ő zenén is, de érdeklik a könyvek. És mikor megjelent ez a könyv, az autón tele volt pakolva, azt hiszem 200 példányt nyomtattunk ki, 19-ben. Nem most jelent meg ez a könyv, majd erre is kitérek, és autóval hoztam el Budapestből a kiadó, a nyomdából,
és a hátsó ülésen volt belőlük rengeteg, pont jött az osztálytársaival, kinyitottam az ajtót, és nagyon büszke volt a lányom rám, mert mondta az osztálytársainak, hogy ezt mind apukám írta. Ugye 200-at adtunk ki. Meg kell, hogy említsem, egy bányász, a nagy bányász család tagjaként, ugye féltestvéremet, nem, biztos nem fog neki örülni, Hartyán Csaba van itt velem, és őt pedig azért kell, hogy megemlítsem, mert az OMBK-nak, a drogi szervezetének elnökségi tagja, és egyben a Barlangkutató Egyesület szakosztályvezetője is, és ő vele mind intézményi, mind személyes baráti módon együttműködünk tulajdonképpen a bányász dolgok, illetve hagyomány ápolásában, és ő vezeti dolgon a bányászkör instant túrákat is, ha jól mondom, bólogat. Ez abból áll, hogy ott a környéken a volt eltűnt, vagy éppen megmaradt, vagy romos bányász épületeket, amiket felhagytak, illetve útvonalakat bejárják, kisebb, nagyobb, nehezebb távok vannak ebbe, és Csaba elképesztő jó előadásokat tart. Nagyon-nagyon közül. Látszik, hogy szereti. És most elszóltam magam, hogy a bányász hagyományokat ápoljuk, ezt így szoktuk mondani, nehéz ezt így kikerülni. Én amikor pályáztam intézményvezetőként, Sebők Ferenctől kölcsönöztem, loptam magamévá, tettem egy idézetet. A hagyományokat nem ápoljuk, mert nem beteg, nem őrizzük, mert nem rab, hanem a hagyományokat megéljük. Én ezt magam is így gondolom. Nehéz, ugye most egy nagy váltásban vagyunk, én az elején utaltam arra, hogy ez a bányász generáció kezd eltűnni, és jönnek az idős bányászok, és nagyon lelkesen és nagyon odaadóan tartják a rendezvényeket, eljönnek a mi rendezvényénkre, és ez olyan szívmelengető. Ugyanakkor, hogy nincs bányászat, vagy egyre inkább eltűnőben van, mondhatjuk, hogy nincs, talán megint lesz, nem tudom, lesz vagy nem lesz, és milyen mértékben. Mégis tiszteletre méltó, és azt hiszem, hogy említettem az előbb, Dorog történetében és a város fejlődés történetében ez megkerülhetetlen dolog. Nyilván lehet ezzel vitatkozni, hogy mennyi rossz oldala volt, vagy van ennek, én erre majd nyilván megint ki fogok térni. Hogyan csöppentem mégis a bányába, ebbe az életsztoriba, és hogy lett ebből könyv? Tehát igazából én budapesti vagyok, Dorogra költöztünk, annak idén nagyon sokat vártam arra egyébként, először Sárisákon laktunk, Kis Moszkva, régen ez volt a neve. 10 hónapot vártam arra, mert beadtam a jelentkezési papírjamat a könyvtárba, Dorogon, hogy ott dolgozhassak. Egyébként Esztergomba is beadtam, Dorog Esztergom többében van. Most mondhatnám azt utólag, hál' Istennek nem oda vettek föl, mert közben lebontották ott a könyvtár. És egy iskola épületébe költözött. Én nagyon szerencsés vagyok, hogy Dorogra költözhettem, engem ez a közeg befogadott, és én ezt a közeget nagyon-nagyon megszerettem, és otthonomnak tartom igazából. És ott jöttem rá arra, tehát Dorogon derült ki, hogy én olyan alkat vagyok, tehát ez egy alkati kérdés, és egy ilyen habitus, hogy érdeklődő a környezete felé, vagy irányába az ember. Ez ott derült ki nyilván jobban, hiszen budapesti vagyok, Kőbányán nőttem föl, hogy különösebben nem izgatott ez a környezet. Engem nem tudom miért, hát ez mitől van, nem tudom, utólag se tudom ezt feltérképezni. Nyilván ez megint csak a települések, egyrészt a települések méretéből is adódhat. Én ezért is szimpatizálok Doroggal, és egyelőre tartom az álláspontomat, hogy ennél nagyobb léptékű város vagy településre nem is költözni. Ez nekem pontosan megfelelő lépték. Én szó szerint éreztem magamon azt, amikor elhagytam Budapestet, hogy ez a vibrálás megszűnt bennem. De befogadó közeg volt ez a Dorog. Én a könyvtárban tulajdonképpen a helytörténeti anyaghoz is hozzásodrottam, mert éppen elment ez a kollégina, akinek a munkáját, egy időre helyettesítenem kellett. Tehát ott derült ki ez, hogy engem izgat, hogy hova költöztem és hol vagyok, hol élek. Egy kis település, aminek azt gondoltam, hogy azért befogadható a közege, befogadható a múltja, és meg lehet ismerni. A mai napig nem ismertem meg, és nem ismertem ki Dorogot, és ez a mai napig csodával tölt el engem, nem csak a bányászat kapcsán, hanem valahogy kulturálisan és művészetileg is olyan embereket termelt ki magából, egyébként a bánya is
ontotta magából azokat a művész alkatokat, embereket, a sportról nem is beszélve, ami miatt ezer módon lehet és lehetett a múltban, akár a mai napig is említeni dolgot valamiért. Tehát nem csak a szénre. De nyilván a szén miatt és a bányászat miatt, de ha már a sportot említettem, a dorogi futballt, az atlétikát, igazából nyilván az, amit Schmidtik annak idén kitaláltak és elkezdtek, és a bánya 45 után is folytatta, az előtt le a kalappal, hogy a sportba, az oktatásba, minden egyéb dologba fektettek. A Schmidtik idejében a 20-as években alakult ki dorognak tulajdonképpen a mai napig látható infrastruktúrája, megvannak azok az épületek, akkor építették fel a polgármesteri hivatalt, a községházat, a bányaidodákat, de az iskolákat, az óvodákat, stb. Amik mai napig Bécsben vannak tartva, részben ugyanazzal a funkcióval, részben más funkciókkal. Amikor a helytörténeti anyagba kutakodtam, és ugye az előbb említettem, hogy a mai napig meg is ismerhetetlen dolog, hiszen egyrészt hihetetlen jól feltárt a helytörténeti anyag, Dorogváros Barátainak Egyesülete a 90-es években kezdett ezzel főként foglalkozni, és a dorogi füzetekkel, aminek múlt héten hoztuk el a 60. számát. Elképesztő gazdag ez a múlt, és ott egy mappa a kezembe akadt, amire az volt, hogy Hám Kálmán. Ilyen penzlivel volt lesatírozva valami évszám rajta, kérdőjel, hogy stimmel, nem stimmel, most akkor tudják, nem tudják ennek az embernek a születési évét és halálozási számát. Az feltűnt, hogy rövid életet élt. Ugye régen még mappákba tartottuk ezt, ma meg a számítógépen mappákba tartjuk főleg az információkat, és oda mentem az akkori vezetőhöz, Muha Ildikóhoz, az intézmény vezetőhöz, könyvtár vezetőjéhez, hogy megkérdezzem, hogy ki Hám Kálmán. Természetesen tudta, hogy ki volt, bármit kérdeztem tőle, ő tulajdonképpen egy élő lexikon volt annak idején számomra, sőt azt mondta, hogy rokonok vagyunk, vagy voltunk. Tehát azért ez dorogon is még ebben a léptékben, és a kibeköltözések miatt még mindig egy működő dolog, hogy sokan rokonságban vannak egymással, és én így kerültem kapcsolatba ezzel a történettel, és mikor kinyitottam a mappát, emiatt is, hogy Ildikó azt mondta, hogy ismeri a családot, kinyitottam a mappát, elkezdtem beolvasni, kérdéseket tettem föl, láttam a jegyzőkönyveket, és Ildikó is azt mondta, hogy hát fura ez a történet, nem derült ki végül is a jegyzőkönyvekből semmiből igazán, hogy mi történhetett, és nem tudom ezt másképp mondani, egyszerűen beszippantott ez a történet engem, nagyon elkezdett érdekelni, és mivel Ildikó rokona volt Hám Kálmánéknak, sőt, ugye az özvegy még élt, én kértem, hogy hozzon össze vele, és így tudtam találkozni Hám Kálmán özvegyével, sőt, még a fiával is, akkor még ő is élt, és tulajdonképpen miért is van ez, és miért vonzódom esetleg az ilyen dolgokhoz, és mi az, ami megragadott. Van ez az egész összefüggésben, hogy mondtam önöknek, hogy dorogot, a környezetemet is meg akartam ismerni, felírtam magamnak ezt a megállapítást, amit én tartok, hogy amely ismeretszerzést kíváncsiság hajt, ez egy belső ösztön, amit, vagy fordítva, amit kíváncsiságból, puszta érdeklődésből ismerünk meg, azt szeretjük. Azt szeretni fogjuk, azt megszeretjük. Így vagyok én nyilván dorogban is. Ez viszont fordítva is igaz, hogy amit szeretünk, vagy megszeretünk, azt minél jobban meg is akarjuk ismerni. És én ilyen nyitott lettem erre a Hám Kálmánra is. Azt túlzás mondani, hogy beleszerettem ebbe a sztoriba, de érdekelt, hogy ebből valamit ki lehet-e hozni. Volt egy pályázat annak idején dorogon, dorog művészet történetét kellett megírni, akkor volt nem tudom hány éves évfordulója a várossá avanzsálásnak, és akkor már én benne voltam ezekben a kutatásokban is, hihetetlen sok anyaghoz nyúltunk, ezeket mind össze kellett fűzni, és ez a pályázat végül is nyert, annak idén is ki is adták, az volt az első kiadványa a Dorogváros Önkormányzatának egy reprezentatívabb sorozatának. Ebben a feleségemmel alkottuk ezt a művészettörténeti áttekintést, és
közösen egy másik pályázóval nyertünk, ami nagy megtiszteltetés volt, mert Kovács Lajosról van szó, lehet, hogy önöknek nem mond a neve semmit, vagy nem sokat, de ő volt az, aki a Dorogváros Baráti Egyesületét elindította, és ezt a dorogi fizetett tulajdonképpen ezt a nagyon mély helytörténeti kutatást, és ez nagy megtiszteltetés volt, hogy minket együtt díjaztak. Viszont ezek miatt a dolgok miatt én szerettem volna, mert kedvet kaptam másba is beleásni magamat, és úgy látszik, ilyen kutatóalkat vagyok, ez ott derült ki. Korábbi életemről nem akarok beszélni, nem azért, mert itt valóban van, hanem mert ez a történet innentől fogva érdekes. És akkor megérkeztünk a könyvhöz, én közben nem is lapoztam magamnak, de mondtam, hogy igazából talán nekem Puskának jó. Sok-sok évvel ezelőtt a könyvre nyúlik vissza a könyvnek az eredet története, de mondhatnám egy szófordulattal azt is, hogy egy messzi-messzi galaxisban, mert hogy igazából 2008 tájékán volt ez, hogy ez a dolog így beszippantott engem. Nem tudok mindent rekonstruálni. Valahogy úgy volt, hogy egy fejezetet így lapra vetettem, vagy egy vázlatot. Kicsivel később meg lett írva ennek a könyvnek egy ilyen nagyon minimalizált verziója, amit egyébként Sormár Jutka nénről beszéltünk, polgármester úrral. Ő mai napig él, hál' Istennek, szellemileg friss, már kevésbé mozdul ki otthonából, de a könyvtárnak állandó tagja volt. Ő dorog háromdimenziós élő lexikona, bányászatból perfekt, nagyon nagy segítségemre volt ő is. Tehát 2008-ra datálható ez a történet, amikortól elindult, és utána sokáig állt a fiókban is, meg a számítógépben is. De mondhatnám azt, hogy ennek a történetnek az eredete 70 évre nyúlik vissza, ugye decemberben volt az évfordulója ennek a bánya szerencsétlenségnek. Most próbáltam egy kicsit utánaolvasni, olyan tekintetben, hogy decemberben nálunk Szabó Gyula külföldön élő, de a helytörténet és a sport iránt mai napig vonzódó, tehát dorogi származású úriember is írt erről egy megemlékezést, tehát a 70. évfordulóhoz az ő írását tudnám is ajánlani, fent van a honlapon, és akkor elkezdtem ezt olvasni, és ne arra ugyanak, nem akarok nagyképű lenni, de annyit foglalkoztam azért ezzel a történettől, hogy már kicsit szakértője lettem. De most kiderült, hogy vannak még anyagok, amikhez majd hozzá fogok tudni férni, ugyanis ha elfogynak a kötetek, mert most már nagyon ott vagyunk, hogy elfogynak, én biztos szeretnék új kiadást ebből, és elképzelhető, hogy ez egy második átdolgozott kiadás lenne. De majd a véleményükre kíváncsi leszek. Tehát, ja is, hogy a szakavatottja vagyok némileg a történetnek, ugye a bevezetőben az szerepel Gyulánál, és ezt nem rosszból mondom, csak hogy ezzel egyetértenek-e, nyilván igen, ott az van a felvezetőben, hogy a magyar bányászat történet egyik legnagyobb bányaszerencsétlensége volt. Ez így nem igaz. Akkor lett volna az, és hál' Istennek nem lett, hogyha az a 17 ember is bennmarad, és nyilván ettől még ez nagyon komoly erőfeszítéseket igényelt. Tehát ez helyesen úgy hangzik, hogy a magyar bányászat történet egyik legnagyobb szabású mentő akciója volt. És az egyik legnagyobb sajtóvízhangot kapott mentő akciója, 52-ben járunk, nem véletlen. Talán még erről is beszélek. De a történet visszavezethető 100 évvel ezelőttre is, hiszen most 2023. szeptember 17-én lenne százalékos Ámkánál. Hiszen ő az egyik főszereplő ennek a történetnek, de azt is mondhatnám, hogy mióta bányászat létezik, az is lehet az eredet története ennek, mert ha nem létezne, akkor ez így ilyen formában nem történik meg, és a történetünk a bányában játszódik, de még azt is megkockáztatom, hogy mióta ember létezik. Egészen ez is az eredet történet ennek a könyvnek. Azért, mert a mai napig látható, tapasztalható, én ilyen nem szándékos, ösztönös, nyitott szemmel járok a környezetemben, megfigyelhető és tanulmányozható emberi viszonyok és iszonyok között élünk. És tulajdonképpen nem lehet egy ilyen történetet, azt hiszem, megírni, valósághűen és ugye kisregényt alkotni, egy dokumentumregényt, tehát párbeszédeket, szereplőket alkotni úgy, hogy valamelyes ne ismernék ezeket az embereket meg, illetve ne tudnánk azt, hogy az emberi viszonyok
hogy zajlanak. Hogy hogyan, mivel terheltek, miért kellett a korszaknak is utána nézni, amikor ugye eszmék vannak, bizonyos politikai szituációk vannak, ketté van szakadva a világ, tömbök vannak, és ez mind az emberek mindennapi életébe is közrejátszik. Van egyfajta rendszer, van egyfajta éra, van egyfajta bizonyos társadalmi vagy technikai fejlettség, vagy mostanhoz képest fejletlenség. A kommunikáció, a tömegkommunikáció az nem olyan volt régen, mint most, tehát hogy a hírek hogy mennek, milyen gyorsan lehet mozgósítani valakit, és hogy egyáltalán a bányában milyen viszonyok vannak. Tehát ez mind közrejátszott ennek a történetnek. És akkor ugye mondhatnánk azt, hogy innentől fogva megindult egy oknyomozás, hogy ez volt ennek a történetnek a lényeg és mozgatórugója, kérdezhetnék, nyugodtan feltetnek a vége felé, vagy akár közben is kérdéseket. Megmondom őszintén, elég naívan álltam ez a történethez, mert egy oknyomozást indítottam el a fellelhető információk alapján, hogy kiderítsem az igazságot, ez is bennem volt, és hogy egyfajta igazságtétel vagy elégtétel szolgáltatható még ennyi év távlatában. Abban bíztam, nem tudatosan, hogy majd a dokumentumok a sorok között én megtalálom az igazságot, hogy mégiscsak ott van. Történetesen, tehát elsősorban én most Hám Kálmánról beszélek, de nyilván majd rátérünk szolgálói eseményekre is, hogy a halál az, mert ilyen vitatott körülmények között történt, és hogy mégis felelhető az igazság. Ugye elmentem az özvegyhez is, hogy semmi új információt nem találtam, de a nejemmel sokat beszélgettünk most a szüleinkről, akik közül egyet-egyet elvesztettünk tavaly. Hogy mennyire ismertük meg őket, mennyire ismerhetők ők meg, vagy akik még köztünk vannak, illetve hogy ez a generáció milyen, hogy áll a gyermekéhez, unokáihoz, és egyáltalán mi az, amit elmernek, el akarnak, vagy el tudnak mondani, és mi az, amit nem. Hogy igazából mi mennyire ismertük és ismerjük meg őket. És akkor próbáljuk őket, nem rossz értelemben tipizálni, és most, hogy akik elköltöztek közül, azokkal kapcsolatban van hiányérzetünk, hogy mennyire adták ki magukat. Most ezt Hám Kálmánné miatt mondom, mert nem tudom, hogy ő titkolt-e valamit, nem tudom, hogy ő tudta az igazságot, neki megmondták, nem tudom, hogy ő beletörődött ebbe, vagy ebben a történetben semmi különleges nincs. De hogy készültem erre a találkozóra és az előadásra, az ötlött fel bennem, ami korábban nem, hogy Hám Kálmánhoz hasonló esetet, egyébként ők nagyon komoly bányamentőkészülékkel dolgoztak, ami ugye a mi térségünkben, Darok térségében is ritka volt. Nem véletlen lettek ők idehívva egyébként, a felszereltségük és a bányamentőkészülék, a Dräger készülék miatt is. Nem hallottam közel-távol ilyen történetet, hogy ez a készülék megsérült volna. Hogy ez bárkinek problémát okozott volna, akár úgy, hogy túléli, de akkor mondják, hogy ez is ez a probléma, és akkor fejleszteni kell. Sőt, én ugye ennek a Dräger készüléknek a történetét is átnéztem, és jó, németül nem tudok, próbáltam nem is segíteni, mondjuk angol oldalakat lefordítani, de a Dräger készülék történetében nem találtam olyat, hogy van valami konstrukciós hiba, és akkor azért fejlesztenek egy újabbat. A típusokat felsorolják, ettől jobb, ilyen, több időt lehet tartózkodni benne a bányában, de igazából. Szóval, és hogy van-e egy küldetés tudatom ezzel a történettel, hogy ezt meg akarom írni. Lehet, hogy ez mindig az valamilyen szinten, de most nem látják, hogy a kivetítőn lapozok és súgok magamnak is, puskázok. Én egy lelki megnyugvást akartam ezzel a történettel. És egy katarzist. Úgyhogy ez egy dokumentumregénynek is titulálható kisregény, de egy lélektani regény is, azt hiszem, és ez majd önökre vár, hogy eldöntsék, hogy az a katarzis a végén az sikerült-e. A lelki megnyugvás az pedig pont azért van, és abból fakad, amit az előbb is mondtam, megismerni Hám Kálmánt, megismerni a szereplőket, megismerni a szituációkat. Én mondtam, nem vagyok egy klasszikus író, de azt gondolom, hogy attól jó egy író, egy írás, egy mű, minél humánusabb, ha lehet ezt mondani. Említettem az elvesztett rokonokat, hogy őket
meg kell ismerni, ővelük azonosulni kell, és őket szeretni kell, bele kell élni magunkat a szituációba, ezeknek az embereknek az életébe, és a mindennapjaiba is, hogy egy hiteles történet rajzolódjon ki. És ezért nekem, mivel már mondtam önöknek, beszippantott ez a történet, én úgy éreztem, hogyha ennek nem érek a végére, nem azonosulok Hám Kálmánnal, és nem lesz ebből egy kerek történet, amit mások el is tudok tárni, főleg azok után, hogy egy csomó emberrel találkoztam, és őket nem azt mondom, hogy hát felizgatta, mondhatom ezt is, hogy felizgatta, láttam könycseppeket is a szemekbe, de mosolyokat, mosolyt is, boldogságot is, hogy az ő felmenőikkel, vagy ugye Hám Kálmán, egy Hám Kálmánné férjével is foglalkozik valaki, és egyáltalán a bányászattal. Ugye nálunk azért ez még egy élő dolog, mondhatom, és nagyon sok, igen sok könyv jelent, vagy jelenik meg ebben a témában. Ez azért egyedi könyv és történet, mert a bányászatról ilyen módon, legalábbis a térségünkben is dorogi vonatkozásban kis regény, tehát egy epikus mű nem jelent meg. Ez nem szakkönyv, még egyszer mondom, dokumentum regény, ami a történetet akarja rekonstruálni, és nyilván szakmai dolgoknak utána néztem. A forrásanyagról, ja és a katarzis azért fontos számomra, ezt a görögök nagyon jól kitalálták annak idén, nehéz, nekem a nejem volt egyfajta lektorom, meg másoknak is, például az említett Kovács Lajosnak, vagy Jutka nének is odaadtam az anyagot, Cselenyák Imre író neve, nem tudom mennyire ismert itt, ő egyébként országos hírű író, nem a legnagyobbak között jegyzett, ha ezt lehet mondani, ő vállalja azt, hogy legtűrtörténelmi regényt ír. Én ezeknek az embereknek a véleményére adtam és odaadtam, és nagyon pozitív visszajelzéseket kaptam, tehát úgy érzem, hogy ez a katarzis, az a fajta lelki megnyugvás, ami egy ilyen tragikus és drámai történetben valakinek az elvesztésével kapcsolatban is tud egyfajta megbékelést, egy megnyugvást és egy felemelkedést adni, amikor az ember vesz egy nagy levegőt, kifújja, és valahogy mégis az áll össze, hogy szoktuk közhelyszerűen mondani, folytatódik az élet, mi itt vagyunk, ők elmentek, de mégis ad egy vigaszt, hogy azoknak az élete, vagy éppen a halála nem volt hiába való, tényleg. És én így próbáltam ezt a regényt megírni, befejezni, hogy az az ellenmondásos vég, ami egyeseknek ugye az életet, a szabadulást jelenti, egy másik embernek pedig a vesztét és halálát, az mégis egy felemelő történet legyen. És a forrásokról már beszéltem. Ugye egyrészt a szájhagyományra, hogy így mondjam, hagyatkoztam, másrészt az írott hagyományra. Több emberrel találkoztam személyesen, és azoknak az embereknek, akikkel személyesen találkoztam, illetve kaptam egy-két technikai segítséget, a köszönet nyilvánítást itt az elején meg is teszem. Hát egy kis kereszt szerepel azok mellett, akik mire megjelent a könyv már, sajnos eltávoztak közülünk. És itt helyben egyébként személyesen, bár telefonon jutottam el Tinyó Ottóhoz, aki itt van közöttünk, örülök Ottó, hogy találkoztunk, és ő volt az, aki az itteni anyagokból tudott visszaemlékezést küldeni, de én rákerestem a szuhakálói honlapra, és tehát nagyon sok adatot találtam, igen sok adatot találtam ezzel a történettel kapcsolatban, ezt ezúton is köszönöm. Személyesen találkoztam, tehát Hám Kálmán özvegyével, fiával, aztán találkoztam több bányamentőnek a leszármazottjával, tehát fiával, lányával, unokatestvérekkel, beszélgettem húsvérbányászokkal, bányamentőkkel, akik ebben a szakmában dolgoztak, és megmondom őszintén, hogy a humorfaktort egyébként a bányászokkal való beszélgetés adta, de ez a közeg ugye megint csak nem egy, és ez a vonulat a könyvben megint csak úgy érzem nem egy erőltetett dolog, mert amikor ráadásul egy olyan brigáddal jöttem össze, bányászokról van szó, akik együtt dolgoztak, és amikor nekem, én feltettem a kérdésemet, aztán teljesen szétesett ez a beszélgetés, én csak hallgattam őket, ők elkalandoztak, egymásnak elkezdtek sztorizni, dőltek a röhögéstől, sírtak a nevetéstől, elmesélték, hogy hogyan ugratták egymást a bányába, az ujjakat, a kanyar csavarhúzóval, meg a
letakart lepellel, letakart motorral, amit ugye az újonc megnézett, és nem volt ott a motor, vagy hogy az órát belejtették a küblibe, és csak így maguk között beszélgettek, az kihallgatt őket, mert direkt úgy csinálták, és akkor az elment, és próbált az órát kiszedni, de hát nem volt ott, mert jól átverték. Tehát elképesztő sztorikat hallottam tőlük, és azt, hogy ők így érték meg a bányát, ők ilyen emberek voltak, akkor is, amikor találkoztam velük, ezt a hihetetlen nehéz melont, ezt a több műszakos dolgot, ezt a fizikai munkát ilyen jó kedéllyel, amire nekem persze az volt a magyarázat, és nyilván erre ők helyesülőleg válaszoltak, hogy ezt másképp nagyon nem is lehetett túlélni. Arról nem is beszélve, hogy az a hihetetlen és mérhetetlen összetartás, ami ott az életveszélyes szituációkban ugye egymással utalta őket, ez nekem nagyon példaértékű volt, és ezt mint próbáltam ebbe a regénybe megmutatni. Az írott hagyomány, amire hivatkoztam, korabeli cikkeket is találtam az interneten, is voltak fönt, és ebből fakadólag egyébként nagyon-nagyon jól, és mondtam is, hogy nagy sajtóvízhangot kapott ez a történet. Elfelejtettem elindítani a saját diktafonomat, nagyon ügyes vagyok, de az egész fel lesz véve. Az operatőr mindenre gondol, szerencsére nálunk is van ilyen, és ezzel külön nem kell foglalkozni, de tehát említettem azt, hogy ez egy nagyon jól dokumentált történet. Na most én ezt úgy próbáltam átlátni, és nem nagyon voltak ellenmondásos információk, hozzáteszem, hogy életemben két ilyet csináltam, már hogy hasonló dolgot. A3-as, az nem a legnagyobb, de ilyen hatalmas nagy papír lapokat ragasztottam egybe egymás után, és a kivágott cikkeket, visszaemlékezéseket erre próbáltam időrendre így pázléba fölrakni. Különböző színes filceket is használtam, hogy mi mivel van összefüggésben, és így próbáltam az egész történetet rekonstruálni. A másik, és ez a konyhában a falon volt. Szóval a dolgi történet ott volt sokáig, vagy legalábbis már mikor a hajrában készültem ezzel a dologgal, mert tehát visszakanyarodok, mert egy személyes történetet elmondanék, a másik ilyen konyhai falon szereplő táblázat az a 2010-es VB volt. Mert megengednek egy ilyen személyes dolgot? Ugye a futball az teljesen emocionális dolog, ne is vitatkozzunk ezzel, hogy ki jobb meg miért. Ez egy emocionális dolog, nekem a 80-as években apukám vett egy Rahelyi gombfocit. És attól függ, hogy én milyen csapatokat szerettem meg, hogy apám milyen gombfocikat vett meg, hogy ő Vazmában dolgozott és vasas drukkel volt. Tehát ez így eredeztethető. Aztán a nagymamám, mikor nyugdíjba került, az Ibuszon keresztül többször volt külföldön, járta a világot, és eljutott Barcelonába, Lloret-de Mar és Costa Brava képes lapokat, meg ajándékot hozott haza, és akkor én végérvényesen, és ehhez képest mondom önöknek, nem jártam ott soha, meg nem is mondom, hogy mindent összeolvasok róluk, de ilyen spanyol fan lettem. De hát ez úgy alapvetően, ahogy a fociban merült ki. 84-ben, mikor a franciáktól az EB döntőbe kikaptak, sírtam. Aztán minden újabb-újabb érában, amikor nekirugaszkodtak, és mindig volt esély, akkor drukkoltam nekik. Hiszem 2002-ben nyertek a brazilok és ott a spanyolokat, a bíró kipöckölte 3 nem megadott góllal, teljesen azt hittem, hogy palota forradalom lesz, nem. Raulék nagy szerelmem voltak, szerelmem is, akkor jöttek Casillasék, és 2008-ban végre megnyerték az EB-t, és hát én nagyon boldog voltam, és nagyon számítottam erre 2010-ben is, ezzel nagyon rákészültem, és kiraktam a falra az összes meccset, hogy meddig jutnak. Hát arról pedig a családom tudna beszélni, hogy ezeket a meccseket, akár nélkülem a másik szobában, de nyilván halva minden megnyilvánulást, meg a döntőben kénytelenek voltak, idézőjelben, mert annyira szerették volna, hogy apa ne kapjon ideg összeomlás, hogy a döntőt is végigszurkolták velem, és hát nem is tudom, ki örült jobban annak, hogy én nem mentem rá erre, tehát annak ők, vagy én, hogy 2010-ben is sikerültem. Elnézést, hogy egy ilyen személyes dolgot is elmondtam, de azért az, hogy a konyha falán két hatalmas transzparens szerepel, az egyik egy sikeres VB, ami nekem gyerekkori álmom volt, a másik pedig ennek a történetnek a megírása, és az, hogy ez minél részletesebben és pontosan legyen rekonstruálva,
és ebbe bele kellett rakni a szereplőket, a szereplőknek a személyiségét, bár ezekre is vannak utalások a történetekben, ezeket ki kellett találni. Próbáltam következetes lenni Dorogon és környékén, sokan beszélnek úgy, hogy az az névelőt nem ismerik, és akkor ebből van, hogy becsukjuk a ablakot, meg becsukjuk a ajtót, tehát van ilyen szereplőm is, így a szövegben ezt tudtam érzékeltetni, szófordulatokat. Én a párbeszédekben próbáltam azt is érzékeltetni, az élő beszédet, hogy valaki nem azt mondja, hogy van, hanem ba. Tehát ezek szerintem így összességében jól kijönnek, és a humoros szituációk is. Nagyon valósághű a történet ilyen szempontból. Én azt hiszem, ha újra olvasnám, akkor csipesszel kéne. Tehát itt az elején felolvastam, hogy az írói fantáziának nagy szerepe van benne, és sok minden az írói fantázia szüleménye, de én attól tartok kicsit. Én, ha újraolvasnám a történetet, akkor mikroszkóppal meg csipesszel ki tudnám szedni, hogy mi az, amit én raktam rá. Én attól tartok kicsit, de ez éppen imponáló is lehet, hogy ezt így készpénznek veszik ezt a történetet. Valakik majd esetleg később is azt fogják állítani, hogy minden így történt. Nyilván nem. A kornak a lefestésében nagy szerepe van annak, ugye itt megszólal a Rákos is egyébként, de ugye a visszaemlékezésekben őt is idézik, sőt a cikket is idézik ő. Én azt a hangvételt próbáltam utánozni, ebben semmi különleges nincs, illetve az akkori viszonyokat, ugye nem pártitkár, valami más titulusa volt ugye a Vrabiknak, csak valahol így szerepel, hogy ő ilyen helyi megbízott volt, és ezeket a viszonyokat is próbáltam belerakni. De őt átgyúrtam kicsit, hogy ő egy kicsit olyan kényszerből került ebbe a pozícióba, de hogy ő nagyon jó viszonyban volt a beosztottjaival, és ez a szerencsétlenség, az az egyheti összezártság, ami ott történt, az meg még jobban összekovácsolta őket, és vannak filozófikusabb eszmefuttatások benne, ahogy a lányok beszélgetnek például a bányában egymással, meg hogy képzelték az életüket. Én azt gondolom, és én ilyen alkat vagyok, ettől lett ez a kisregény lírikus is, mert én nem félek az érzelmektől, sőt, igazából amikor Hám Kálmánnal megtörtént a szerencsétlenség, én láttam, amikor a Némel elolvast és visszaadta a mintapéldányt, sírt, és ennek örültem, mert én ezt el akartam érni, hogy nagyon valósághűen, nagyon drámaian, de én ott akartam lenni Hám Kálmánnal, amikor elfogy az oxigén, amikor közben gondol a családjára, a szeretteire, és hogy küzd, ez a viszonylag az elveszések alapján nagy darab és erős ember, és hogy ez a szerencsétlen helyzet mégis hogy alakulhatott így, és azt a jelenetet azt hiszem sikerült nagyon eltalálni. Úgyhogy ez a könyv, valós elemek vannak benne, még Grosicsot és Buzánszkit is beletettem, van közük Doroghoz. Az 53-as olimpiára készülhettek ott Dorogon, közismert személyek voltak akkor is, a viszonyok mások voltak, barátok voltak, egymással is, meg a dorogiakkal is. Ismerték a bányász futballcsapatot is, és Dorog pedig örült, hogy két ilyen nagy nevet adott nyilván a válogatottnak. Ilyet is belecsempésztem egyébként, és miket még. A futball szeretete az végül is benne van a történetben, a sör, a cigi, akkor egy Mosoly nevű vendéglőben is összejönnek, ami a mai napig ott van a főúton, bár nem abban a fényében pompázik, mint régen, és Várnál láttunk egy Mosoly nevű, szintén ilyen vendéglátó egységet, és ez nagyon tetszett nekünk. Valós szereplők, valós helyszínek, és így néz ki a könyv, ugye láthatták, ide ki van rakva. Van egy köszönetnyilvánítás benne, ahol felsorolom, már mondtam, a segítőimet, van, aki technikailag segített, a borítót azt én találtam ki, de ebben az akkori dekoratőr segítőt megszerkeszteni. Ez a felső része a borítónak Fullán Ferenc dorogi képzőművésznek a grafikája. Volt Reimann, most dorogi altárónak a bejárata, itt fönt, és alul pedig ez egy ilyen grafikus stílusba lett átrakva egy fotó, bányamentőkről, bár ez egy picit későbbi korszakból van, viszont Girgász Józseftől kezdve történet szereplői többen is itt le vannak fotózva, akik belekerültek a történetbe, egyébként Girgász találta meg Hámot, és az ő lányával is tudtam beszélni.
És a lirikussághoz hozzátartozik az, hogy ilyenkor ilyen, ami csak ebbe belefér, ilyen összművészeti lakomát folytattam, mert nyilván utána néztem bányász költőknek is, tehát ilyen köteteket kerestem, azért, mert én mottómániás vagyok, és szerettem volna egy frappáns mottót ideilleszteni a könyvhöz is. Én nagyon, nagyon klasszat találtam, ezt elolvasom önöknek. Angyalfi Lajostól van. Kísértő álmaimban olyan mezőkben járok, hol még nem gyújtott napfény az ég kékjébe mártott éltető derűjével soha világosságot. És ez a bánya. Annyira tetszett ez a lírai megközelítés, hogy ezt választottam mottónak. És mivel tudom, hogy nagyon szerettek dalolni a bányászok, zenélni is egyébként, ezt is próbáltam beleépíteni, szintén a visszaemlékezésekből is, azokban is van erre utalás. Úgyhogy kerestem ilyen bányász dalokat, azok is bele vannak építve. Keretes szerkezete van a könyvnek, ami azt jelenti, hogy nagyjából az eleje meg a vége, hát ugyanott kezdődik és ugyanott végződik, ez a dorogi futballpálya. Ez adja a keretes szerkezetet, ráadásul az első bekezdés az ugyanaz, szó szerint keretes, az első bekezdés ugyanaz az első fejezetnek és a 38. fejezetnek, ez így hangzik. Gyengén, de egyenletesen sütött a nap. Barátságos, enyhe idő volt, cseppet sem meleg, a szellő akác és bodzailatot kavart a község utcáin. Díszbe öltöztek a kertek, virágoztak a fák, a cserjék. A dorogi medencére könnyű aromák telepedtek, ellensúlyozva a szénpor jellegzetes nehéz szagát. A seszülő égbolt színe is acélkékre váltott. Csak egy kövér fodros felhő égtelenkedett a horizont fölött, természetellenesen, mint egy hevenyészve odatapasztott matrica, mely bármely pillanatban leeshet. A fejezeteknek nem adtam címet, de így az aknáknak a számozása szerint próbáltam egy ilyen stílusú fejezet számozást kialakítani, illetve szerepelnek itt a helyszínek, tehát hogy éppen a szuhakálói bányában vagyunk-e vagy Dorogon, szerepel, hogy melyik napon vagyunk és a nap melyik szakában. Tehát ezzel próbáltam csak utalni, illetve a későbbi visszakereséshez segítséget nyújtani. De ezzel kapcsolatban nincs tartalomjegyzék pontosan ezért, viszont a végén fel vannak sorolva a szereplők. És itt szeretnék kitérni arra, hogy mivel a dorogi hozzátartozókkal tudtam találkozni, én Dorogon élek, és Dorogot is érintette ez a téma, én benne mertem hagyni a dorogi bányamentők neveit egy az egyben, tehát ők ilyen módon felismerhetők, de nem akartam tiszteletlen lenni, és mivel nem tudtam személyesen sem eljönni, azt nem kockáztattam meg, hogy a szuhakálói neveket egy az egybe belerakjam ebbe a történetbe. És úgy szerepel a hátoldalán ez a névmutató vagy névjegyzék ennek a történetnek, hogy ugye a történetben szereplő nevek alapján, de meg kell mondjam őszintén, a nevek, tehát a vezetéknevek, a személyneveket úgy hagytam, a vezetéknevek meg nagyon hasonlítanak az eredetére, ráadásul a beosztásuk ugyanaz marad. De azt gondolom, semmiféle tiszteletlenséget nem követtem egyébként sem el, hiszen a feljegyzésekre hagyatkoztam, ahol elmeséltek sztorikat, ki hogy félt el, hogy félt, hogy bújt el az egyik csillőben, mert már azt hitte, hogy meg fog halni, hogyan fogadták a bányamentőket, hámikat, tehát azért én volt miből építkezzek, de én próbáltam minden karaktert nagy-nagy szeretettel megformálni, és a végére még pluszba egy olyan közösségi, a bányász közösségen túl is, egy olyan baráti közösségé kovácsolni őket a végére, akik túlélik ezt a bányaszerencsétlenséget, és tényleg halálfilám közepette várják a megmentőiket, hogy mindenki nagyon emberére sikerült. Ugye felvetődött annak idén a kérdés, ez egy nagyon fontos kérdés volt Kovács Lajos részéről, akit már említettem. Ő megkérdezte tőlem azt, nem leszek már hosszú, ő már csak pár perc, hogy is mondta annak idején, hogy idealizálni fogom-e Hán Kálmánt. Tehát én egy ideális hőst csinálok-e belőle, vagy idealizálom-e majd a bányamentőket. Nagyon jó kérdés volt.
És igenis, meg nem is. Mert tegnap vagy a napokban gondolkoztam az, hogy mégis idealizáltam őket, de az a helyzet, hogy annyira szerethetők. Én annyi bányászt hallgattam meg, én annyira vonzódom ez a dologhoz. A bánya utáni időszakról tudott jutani én is többet beszélni, meg a bányászok, nyilván ez a generáció él. És nyilván egy olyan rendszerben vagyunk, olyan, már mondtam, tömegkommunikációs szituációban, ami ma elképzelhetetlen, hogy egy olyan hihetetlen közösség jött létre Dorogon, Csolnokon, bárhol, a bányászok között, akiknek felépítették a műöldési házat, akiknek építettek óvodát, bölcsödét, akik az önsegélyzőt létrehozták, az önsegélyzőnek megépítették a műöldési házat, hogy szociálisan érzékeny volt ez a közösség, és ez a dr. Schmidt Sándor is, akit a város atyának nevezünk. Sokan mondják egyébként, hogy miért csak ő. Megvan a többi is említve, de a napokban is készültünk egy másik eseményre, lektoráltam valami szöveget, és megint találkoztam új dolgokkal, ezért kimeríthetetlen a dorogi helytörténet is, és megint Schmidt Sándor. Megkerülhetetlen a személye, és a többiek is megvannak mellette említve, de elképesztően szociálisan érzékeny volt ez a figura. Azt hiszem Dorogon volt először Kelet-Európában az is, hogy ugyan 30 vagy 40 vagy hány évvel nyugdíjba vonuló bányászok házat kaptak, vagy 30 ezer pengőt, és választottak. És a mai napig megvannak azok a házak, ahol kint van a bányász jel, amit elfogadott a bányász nyugdíj. Igen, köszönöm Csabi a segítséget, sőt azt írtad, hogy többet is fogsz belekérdezni és segíteni. De talán nem akadtam el annyira, hogy ezt bizony, tehát ilyen innovatív dolgok voltak. A legelején említett bányász emlékháznak az oldalán pedig ott vannak az innovatív dorogi világtalálmányoknak az emlékkövei. Tehát azért ez egy ilyen komoly közeg. Na és ugye amikor a bányamentőket tanulmányoztam és róluk meséltek, hát az pedig már a ne továbbja annak a közösségnek. Hiszen a bányamentők olyan szűrőn mentek át. A legjobb bányászokat javasolták bányamentőnek, a legjobb szakértelemmel rendelkezőket, és a tehát emberi módon egymáshoz legjobban viszonyulókat, hiszen ezek a szűrők az életben is megmutatkoztak. Volt olyan, hogy ha valaki esetleg a hétköznapokon balhézott, vagy hibázott valamit, akkor hát vagy megfenyítették, vagy kipenderítették a túloldalt. Tehát a bánya még hagyján idézőben mondom, de bányamentőként semmilyen kihágása és félreérthető dolga, személyiségbeli olyan problémája nem lehetett abban a rajban, abban a közösségben bárkinek. És akkor ezt nem kéne idealizálni? Én egy példamutatásnak gondoltam ezt a könyvet, de a szuhakálójak részéről is, mert én úgy alkottam meg őket a visszaemlékezések alapján, hogy ha voltak is ott a félelemből, ebből a beszorult helyzetből adódó ellenmondások, cívódások, mégiscsak átlendültek ezeken, mégiscsak nagyon összetartóak voltak, csak egymásra voltak utalva. Én nagyon jól tudtam rekonstruálni a fenndolgozó mérnököknek a hozzáállását. Persze én csempésztem bele, nyilván a kor ezt a hátteret is figyelembe véve, azt a rendszert, meg a leírások alapján is voltak ellen. Én ezeket azért belecsempésztem. Azt, hogy vitatkoznak a külszínen, hogy mit kéne csinálni, azt, hogy mennyire tartják be az előírásokat, mennyire nem tartják be az előírásokat, mármint azért, hogy ezek a bányászok a végén kikerüljenek. Az elén említett visszaemlékezésben, ami decemberben jelent meg, az is ott volt, hogy a dorogi bányamentők az elejétől fogva nagy erőkkel itt részt vettek, de ugye tudják, hogy ez sem igaz, ők az ötödik napon lettek értesítve és lóhalálába jöttek. Sok párbeszédet raktam bele, ezt dicsérték, hogy azok jól sikerültek, és igen, ott megjegyzik maguk között azt, hogy hát jókor szólnak, de hát menni kell, mert nekik ez kötelességük, tehát onnantól fogva nem is morogtak, azon voltak, hogy megmentsék a szuhakálójakat, és ezeket a bányamentőket úgy fogadták a szuhakálójak, hogy aztán megölelték egymást, mint testvérek, és dalra fakadtak. Tehát ezek mind belekerültek ebbe a könyvbe, kiszínezve, és azt hiszem, hogy talán nem idealizáltam túl ezt a dolgot,
Azon is gondolkoztam, amikor írtam a könyvet és ezeket a figurákat és a bányászok, mint ugye a férfiak, a hölgyek életébe, személyiségébe belegondoltam. Ugye találkoztam, néztem a bánya szerencsétlenségeknek is utána, és engem nagyon irritált ez a kifejezés, hogy ősi halottak. De ugye minden ilyen arra jó, mint amikor a könyvtárunkat felújították, közösségi tér, és akkor jaj, most ez a divat, hogy közösségi térnek kell nevezni. Na jó, de ez arra ad lehetőséget, hogy akkor újra gondoljuk, hogy mi ez a közösségi tér, mert egy könyvtár igenis közösségi tér volt, csak nem így hívták. És akkor elgondolkoztam azon, hogy ezek hősök. Miért kell őket hősi halottnak nevezni? Persze ezek az írások 45 után, 60-as, 70-as, 80-as évek hősi halottak, mert hogy a munka hősei. És elgondolkoztam ezen, elolvasva az ilyen, ezeket a szerencsétlenségeket, hogy hogyan élték, vagy nem élték túl ezeket, meg meséltek nekem személyesen ilyeneket is, és azon gondolkoztam, hogy hogy lehet hősként meghalni a bányában. Én azt hiszem sehogy, bányamentőként inkább, de ez most ugye nem minőségi különbség, viszont én úgy próbáltam megformálni ezeket az embereket, hogy ők, bányamentők, a szuhakálóiak is, hétköznapi hősök. És attól is példaértékű az életük, hogy példaértékű lehet az életük, mert én úgy formáltam meg őket, mint egy letűnt régi világnak tulajdonképpen még az érték hordozói, olyan értékek hordozói, amik ma, lehet, hogy ez is közhely, de egyre jobban kopnak ki. Megváltozott nagyon az értékrend, hogy mit teszünk első helyre, és ezeknek az embereknek az értékrendjének a legtetején tényleg az szerepelt és szerepel, hogy becsületesek. A mindennapokban egymásért is vannak, a bányában is egymásért is dolgoznak, lelkiismeretesek, őszinték, és ezeket a dolgokat, azt, hogy a másikért valaki képes meghalni, monológokat is tettem a regénybe, meg gondolatokat osztok meg, hogy a bányamentők, vagy éppen Hámkán már mire gondolhat, és ezzel is elárulom ezt az attitűdöt, ezt a hozzáállást. És én azt gondolom, hogy ennek kívántam tisztelegni, és így emléket állítani. Remélem, hogy sikerült. Ha van hiányérzetük, akkor természetesen már bármikor kérdezhetnek, mert a történetben jobban nem tudok, vagy nem mehetek bele. A legvégére tartogattam egy felolvasást, és Hámkámáról, a Hám család sors tragédiájáról szeretnék beszélni, nem tudom, hogy tudnak erről. A legidősebb Hám fivér, öten voltak egyébként Hámék testvérek, és én úgy raktam össze, hogy ő volt a negyedik, mert volt egy nővér és két bátyja, így tudtam felállítani ezt a sorrendet. A legidősebb Hám fivér József a második világháború során a fronton esett el. Persze ez nem volt egyedi különleges dolog annak idején, de hát mégis. Viszont a másik bátyja aknákat hatástalanított, Ferencnek hívták a háború után, és az egyik ilyen kioltotta az életét. 45-ben. 9 éve hunyt el az özvegye, és 5 éve, nemhogy egy napon, de 1-2 héten belül 5 éve hunyt el Hán Kálmánnak a fia és az unokája. Az unokája öngyilkos. Kálmán idősebb lánytestvérének unokája, ifjabb Tarján Ferenc, 24 esztendősen 1988-ban a Lencsehegyi bánya üzemben, a tömegszerencsétlenségben hunyt el. És ezen így nem gondolkoztam eddig, csak az előbb említett, vagy korábban említett cikk alapján. Nem akarom ezt így misztifikálni, meg ilyen ügytörténeti dologgá emelni, mint ahogy a cikk szerzője erre utalt, de elég döbbenetes, hogy Hám Kálmán hősi halálának az időpontja az 4. advent napjára esett, arany vasárnapra és a téli napfordulóra. És ugye a visszaemlékezések azért erre utalnak, hogy 17 embernek mint egy újjászületést, vagy egy másfajta, egy új életkezdetét okozta ezzel. Ezért nagyon érdekelt volna, tudom, hogy 3 évvel ezelőtt az utolsó túlélő is elhunyt. Hát 2008-ban kezdtem ennek neki, nagyon sokat állt a fiókba, akkor még lehetett volna velük találkozni, nagyon érdekelt volna az ő személyes visszaemlékezésük, vagy az, hogy ezen annak idén, hogy gondolkoztak el, hogy
hát Hám Kálmán mégiscsak meghalt értük, és hogy esetleg ők hogy gondolták, vagy minősítették át az életüket. Tehát ez történt, és egy filmtörténeti vonatkozás gondolom mindannyian ismernek, ugye a Fábri két évvel később megalkotta az Életjel című filmet, amit én nem néztem meg, mielőtt a könyvet megírtam volna, és kiadtam volna. Volt egy bemutató Doromon, amikor a könyvet bemutattuk, a filmet is bemutattuk, de én előtte talán már DVD-n megnéztem, és hát egyik szemem sírt, a másik nem vetett. És igazából a pozitív érzés az erősebb, mert hogy szerintem ugye az egyik nyilván egy prózai dolog, egy író dolog, a másik egy képművészeti dolog, de a hangulata az nagyon hasonlít. És azért mondom el személyesen szerzőként önöknek, hogy nem másoltam a filmet, hogy én nagyon örülök, hogy sikerült ezt eltalálni, mert ha Fábriék így látták két évvel később, és persze az akkori filmgyártásokban, és ebben a filmben is megjelenik némi pátosz, de azt hiszem, hogy az a szereposztás, amivel ezt a filmet is kicsit lesz a megmásítva, a település helyett, meg a történetet is kicsit megmásítva, én nagyon örültem, hogy ezt a hangulatot mégis vissza tudtam adni. Úgyhogy a legvégén egy kis felolvasással készültem még önöknek. Nem tudom, hogy most szeretnének-e kérdezni, vagy esetleg utána lesz-e kérdésük, bármi is a történettel kapcsolatban, a könyvvel kapcsolatban. Ez egy magánkiadás. Igazából bár pályázatból, vagy önkormányzati szinten hozzá tudtak segíteni, abból a pályázatból egyébként, ugye én nagyon sokáig ültem ezen a dolgon, minden évfordulóról lemaradtunk, és így sikerült 2019-ben semmilyen évfordulóra megjelentetni ezt a könyvet. Mert hogy volt egy olyan közös rendezvény, ami így elakadt, egy civil szervezet próbált nekifutni egy ilyen összművészeti dolognak, ahol volt fotó, pályázat, egyebek, és én ott ültem, nem is tudom, eléggé ideges és frusztrált voltam, hogy biztos, hogy kényszerítem ezzel magam, vagy öngolt rúgok magamnak, hogy bedobjam ezt. Pár hónap volt a rendezvény, és mondtam, hogy hát van egy könyvem, ki kéne adni, nincs teljesen befejezve, mindenkinek felcsillant a szemek olyan, és hogy tulajdonképpen ez mentette meg ezt a rendezvényt, vagy tette élhetővé, ez adott egy komoly programot ugye ennek a rendezvénynek, és igen, lőttem magamnak egy öngolt, mert itt nagyon-nagyon össze kellett magamat szedni, és így nappal látéve pontosan összeraktam a történetet, és átírni meg a fejezeteket is kitalálni. Tehát 19, 4 éve jelent meg, de 20-ban már jött a Covid, úgyhogy semmiképp sem tudtam önökhöz eljutni, mert nálunk is nagy ribillió volt, mint mindenhol. Egyébként is voltak korlátozások. Budapesten nyomták ki A5-ös méretben is, ha jól emlékszem, 200 példányban. Ezt a képet meg a napokban kaptam, és hát nem fog látszani, de majd megnézhetik Hám Kálmáról. Nekem egy ilyen grafikám, egy ilyen váltó fölfele ábrázolt képe volt meg, abból próbáltam őt rekonstruálni, tehát nyilván abból a képből, meg azokból a képekből, amik a szuakálójakról is megvannak, azokból a személy leírást én azért követtem, azt nem változtattam. Hát kérdezem, igen? Elnézést kérek. Hám Kálmáról nem hallottam, ki volt ő tulajdonképpen? Bányamentő volt, ő Dorogi bányamentő volt, és a bányamentők közül ő volt az egyetlen, aki itt életét vesztette. Ugye a bányaszerencsétlenség, mikor történt, a legelőbb ketten a vízbetörés miatt meghaltak. Nem hallottam. És utána egy hétig tartott ez a nagyszabású mentőakció. Gondolom, próbálták közben, és ez kiderül a fejezések alapján is, így vagy úgy megmenteni ezt a történetet, de aztán ezer akadályba ütköztek, mert itt a telefonkábellel gond volt, a katonaságtól jött valami búvár, a honvédségtől, és akkor végig úgy döntöttek, mert hogy a dorogiak igen messze van. Nem, mert arról hallottam, hogy tulajdonképpen két mentős, meg a kettő, talán? Egy vagy kettő? Egy. Tudomásom szerint egy volt, aki a temetés. Na mindegy, ez a mentős, csak ott ő lett volna tulajdonképpen, ez a Hám Kálmán. Mert én nem értek ezekről a dolgokról, hallottam ezekről a dolgokról, mivel a fazerom is, az édesapám is ott volt az 17 évbetörések között. Tehát
és voltak ezek a dolgok, hogy ugye a vízvetülősben meghalt, mentősök meghalt. Nem most attól, hogy egy mentős. Meg valami, ugye meg hallottam még valami görcsös, Józsefról, ugye? Két nő volt közöttük, azt hiszem, hogy nem mondják a nevét. Magdalénén volt. Görcsös, igen, a Görcsös és a Nám, meg a Bennetes, igen. De ketten ugye helyiek voltak, a vízbetöréskor haltak meg, és utána igen, Hán Kálmán. És akkor a legvégére tartogattam ezt a felolvasást, azért mutatom ezt így, messziről le nem látják, nem vörös a papír. Csak elnézést kérem, csak azért kérdeztem, hogy ez a Han, erről nem hallottam, tehát ő... Igen, de itt az emlékművel is önöknél szerepel a neve. Egyébként több névváltozata is találkoztam, polgármesterről már beszéltem, nálunk tudjuk egy emmel írjuk a nevét, lakótelepet neveztek el róla, meg utána más egyebet is, amit mondjuk lebontottak, tehát azért próbáltak előtte tisztelegni joggal. Tehát nagyjából ezt az egy fejezetet szeretném elolvasni önöknek, ami a hetedik, és ugye itt szerepelnek azok az instrukciók, amik mutatják, hogy abban a fejezetben mik lehetnek, ezek pedig az első sorok. És a hetedik fejezetet azért szeretném elolvasni, mert igazából ez készült el elsőnek, ami átnyúlik a nyolcadikra. Nyilván nem teljesen ebbe a formájába, hogyha napról napra nézzük egy fejezetnek, hihetetlen sok mentésem van. A gépen megvan mind, mert nem látom át, hogy most ebből mit töröljek, mit ne töröljek, mert megtarthatnám csak a végleges anyagot is, de azért érdekel ennek az egésznek a menete. Ha napról napra nézzük egy fejezet változását, akkor ez olyan, mint amikor a nőknek a méhében a baba fejlődik, és egy nap után igazából még semmit nem látunk, de azért ez a kisregény is úgy formálódott a végére, hogy ha megnézzük azt a pöttyöt, emlékszem a lányomnak, mikor voltunk, és mondta az oktát, hogy villogott egy könyv. És akkor utána megszületett. Tehát ez a könyv is nagyjából így lett, és a hetedik fejezet is, ez a véglegesített verzió, és a hetedik fejezetnél lépünk be Cuhakálóba. És ezt írtam meg először. Akkor ezt még megengedik, hogy felolvassam, ugye? Persze, így van. Tehát ez a hetedik fejezet, Cuhakáló, egyes akna, 1952. december 16. kedd, 5 óra, 2 perc. Cuhakáló az ország északkeleti részében, tehát az elejé ott szerepel, Borsodabói-Zemplén megye középső részén található kisközség, Miskolctól 22 km-re, Kazinc-Marcikától 4,5 km-re terül a Cuha-patak szomszédságában. Az 1000 főt meghaladó lakosság nagy részét a bányához kötötte munkája a község északi kijáratánál, a Cuhakáló Puritján közút mellett létesült az egyes lejtősakna. Hajnali 5 óra körül 27 bányász tartózkodott a mélyben. 11-en erővájáson dolgoztak. A másik brigád a bányaüzem délnyugati front fejtésében tevékenykedett. Így 16 bányász végezte szorgalmasan szerelés és karbantartói munkálatait. És akkor itt vannak a megváltoztatott nevek. Rubik Lajos, frontaknász, a csoport irányítója. Rabika. Igen, de ez a megváltoztatott név. És a többi is ilyen lesz. Bona Kálmán frontmester, Bagi Bertalan frontszerelő, Hegyi József főmester, Anda József, Osváth József, Borsos János, idősebb és ifjabb Baksa János, Holbert József, valamint ifjabb Laska András vájárok, Báhidi László és Baróti László segédvájárok, Kapisztrán Ferenc Csill és Kalmár Lajos fúromester és Krizsán Magda gépkezelő. Rász Zsuzsanna kapcsos, segédmunkás a csoport 17. tagjaiban a 28. bányász, még nem tért vissza, ugyanis őt az éjszaka folyamán a felszínre küldték a műhelybe anyagot válogatni. Tehát itt be vannak mutatva a szolgálók. Itt lépünk be a történetbe. Minden bányász csapatban volt egy vízforduló. A bánya mélyén sosem elég a víz, szakadatlanul inni kell. Barót éppen most tett meg egy kört a vedrekkel. Pajtások, itt a víz, igyatok, amennyi csak belétek fér. Ez nem kérés. Lassan közeledett az éjszakai műszak vége. Kiki gondolataiban már otthon járt, de igyekezetük nem lankadt. A meleg csákányváltás még odébb volt. A II. Világháborút követő nagyobb szénszükségletet kielégítendő kierőszakoló mozgalom. A széncsata vívmánya azt a célt szolgálta, hogy időmegtakarítással tegyék hatékonyabbá a termelést. Addig csákányoztak és dolgoztak, amíg változtások a következő műszakkal meg nem érkezett.
ennek fő megvalósítója és ösztönző éppen a kettes aknán dolgozó Lloyd Árpád frontmester volt. Összeszokott jó kis csapat voltak, és most is minden a legnagyobb rendben zajlott, amíg Borsos és Bóna a front közepén mágiát nem robbantott. Nagy füstámat, ami nem akart a szokásos módon eloszlani. Mintha nem menne a ventilátor. Borsos elindult a transformátor állomáshoz. Mi van, cimbora, ki akartok füstölni bennünket? Szólt utána Rubik, a frontaknász. Borsos meg se fordult, csak legyintett. Ezt a kis időt már igazán kibírhattátok volna. A többiek is kóstolgatták, néha csípős megjegyzésekkel hergelték egymást. Ez mindennapos dolog volt a bányában. Humor nélkül teljesen lélekölő munkahely lett volna. A műszak vége felé fokozták a hangulatot. Úgy mozogsz, mint a nagyanyám, heccelte Anda Osvátot. Te meg úgy lapátolsz, mint egy nő. Na, adok én magának, szólt közben Magda, Cérna hangjában némi tekintélyt erőltetve. Kinek a száját tömedékeljen be? Akinek nem inge, ne vegye magára, ugratta Osvát. Magda egy követ vágott feléje, miközben már Baróti szemöldökét összehúzva kérdezte. Hé, Anda, él még egyáltalán a te nagyanyád? Nem, szakadt ki Andából. A férfiak könnyeztek a rögéstől. Mi a gond, elvtársak, szünnap van az óvodában? Tette a szigorú Rubik. Igenis, ahol a néni felelte kórusban játszva a hülyét. Tudjátok, hogy bármikor jöhetnek ellenőrök, nem jelentik be előre, mondta komolyabban az aknász. Lajos, hiszen te vagy a helyettes pártitkár. Neked tudnod kellene ezekről a látogatásokról, okoskodott az idősebb vaksa. Szervező titkár. Jó, szervező. Egy hülyeség. Múlt héten olvastam az Észak-Magyarországban, hogy a Mátrabányai üzem dolgozói befejezték éves tervüket, amit év végéig vállaltak 6000 tonnán. Mi hogy állunk az ígéretünkkel? Egymásos se tekintve dolgoztak tovább. Rubitól mindig hasznos információnak bizonyult, ha tudott az esetleges ellenőrzésekről, de félnivalójuk nem volt, rendesen dolgoztak. Egyéb iránt lent a bányákban a párt részéről nem történt komolyabb agitáció vagy toborzás, hogy lépjen be bárki is. Itt nem foglalkoztak különösebben az efféle ügyekkel. Természetesen a párt keze, az 5 éves terv és az elvárásai, és elvárásai mindenhova elértek, a bányákban is bőven akadt a hanglista. A bányász, mint a proletár ember megtestesítője, jó reklám volt az 50-es években. A bánya viszont nem éppen az a munkatöret volt, amiért a káderek tülekedtek. Rubik ebből a szempontból fehér hollónak bizonyult, na nem azért, mert tülekedett, hanem mert itt volt. Elvtársnak is legfeljebb csak tréfából szólították egymást, Rubik nem volt egy tipikus pártitkás stílusú vagy kinézetű, pártitkán sem igazán akart lenni, de valahogyan meggyőzték, hogy azon a kis településen és közel távol úgy sincs nála alkalmasabb ember. A kiváltságokról és felesége unszolásáról nem is beszélve. Nemhogy nem ivott, de az alkoholt sem bírta, így eleinte igen nehezen keveredett ki a kocintással kezdődő, folytatódó, befejeződő találkozókból, megbeszélésekből. Mivel korábban finom utalásokat tett erre, amit valahogyan tudomásuk is vettek és elnéztek, idővel az aktusokban észre sem vették a pohár nélkül pislogó Rubikot. Ezt bányásztársai is elfogadták, kissé csodabogár volt. Ti sosem komolyodtok meg, csóválta a fejét. Erre a kis időre harapt el a mondatot Anda. 31 néhány fok volt, de mosolyuk odafagyott. Pedig elsőre semmit nem lehetett hallani, csak mind megérezték. Feszülten figyeltek egy hosszú pillanatig. A lima másodperceket egy jellegzetes robaj törte meg. Talán ettől titkon sokan rettegtek, hogy egyszer bekövetkezik. De senki sem beszélt róla, mert természetes és elfogadott dolog volt a mindennapi beszél. A jó szerencsét nem véletlenül lett a bányászok mindennapi köszönése, vagy köszöntése. A távoli morajlástól borsozott a hátuk. Közeledése már az elemek megrendülésében is manifesztálódott, és rohamosan kezdett tapinthatóvá válni. A hangok mindenki kedélyét felborzolták, és a zenedráma bennük is elkezdte hatását kifejteni, együtt remegtek a vágattal. Szívverésük egy pillanatra megállt, majd szaporábbá vált, amit torkukban is éreztek. Feszülten várták a következő fejleményeket, bár minden bizonnyal szívesen kimaradtak volna ebből az előadásból. Az ördögien hangszerelt koncert nem aratott kirobbanó sikert a bányászok körében, Borsos rohant visszafelé, az időközben odaért, és halálra sápadt Rász Zsuzsával a sarkában. Mondani akart valamit, de a távközlő hangja félbeszakította őket. Szinte másképpen szólalt meg a telefon, mint általában. Csengése bajosan visszhangzott. Mindenki összerezzent, azonban senki sem lépett a készülékhez. Többször.
kitartóan, hosszan csöngött. Megdermedtek, mintha nem akarnának belőle semmiféle, pedig eléggé nyilvánvaló rossz hírt hallani. Abban reménykedtek, talán mégis valamilyen megnyugtató választ kapnak a történtekre. Végül Rubik lépett határozottan a telefonhoz. Itt Akna, mi történt, mi baj van? Kérdezte sürgetően. Vízbetörés, kiáltotta izgatottan Szuroki főaknász, megváltoztatott név. Borsos és Zsuzsa már mellette álltak, de nem akartak pánikot kelteni, a frontaknász rájuk tekintett, idegesen bólintottak, Rubik le akarta csapni a telefont. Zsuzsika odaért? Kérdezte Szuroki. Ide, szerencse, bár maradt volna fönn. Nagyon nagy baj van, Lajos. A csapat már rég szaladhatott volna, de azért nagyjából nem ártott tudni, hogy merre, illetve mennyi esélye. Hallottunk valamit. Mi volt? Hol történt? Mit csináljunk? Hadarta, s akarta rövidre zárni Rubik a beszélgetést, de nyugalmát még mindig megőrizve. Tőletek feljebb történt, az így tudja pontosan, hol is, pillanatra elment a telefon hangja, hamar elérhet hozzátok, majd egyre erőteljesebben szakadozott a vonal. El kell onnan, jön tüstént, ha nem akartuk, egy kalamajkát szakadozik a vonal. Fogd az embereidet, és akár a hátadon, vagy a fogaid közt, de hozd ki őket. Mentsétek az írhátokat. A beszélő már a készüléken lóba himbálózott. Az első mondat közben megiramadtak, nem volt szükséges ragozni a dolgokat. Tapasztalt aknász lévén volt már hasonló helyzetben része Rubiknak. Tudta, hogy ezek nem az utasítás teljesítéséről szólnak. A meneküléshez nem kellett a megyei pártitkárok háza. A lehető legnagyobb önuralommal fordult beosztottjaihoz. Pajtások, mindenki őrizze meg a nyugalmát. Gyorsan el kell hagynunk ezt a helyet. Egymásra néztek, nem kérdőleg, határozottan, és minden idegszálukkal megfeszülve. Tudták, mi történt. A szemekből is ezt tükröződött. A soktól mégis volt, aki meg akarta kérdőjelezni mindezt, hát egy rossz álom rabja, s a tekintetekből várt igazolást. De egy újszerű felismerés erejével pont egy ilyen kétkedő kiáltott fel. Vízbetörés! Ez a hetedik fejezet, ami nagyjából elsőre készült el egyébként. Remélem, hogy nem hagytam ki semmit, meg nem mutattam önöket. Ez a keletkezés történet ennek a könyvnek, és nagyon örülök, hogy el tudtam ide jönni. Köszönöm a meghívást, köszönöm, hogy meghallgattak. Szívesen dedikáló könyvet vihetnek ajándékba maguknak, szeretettel adom. És ha van kérdésük, mondom, feltehetik, hogy a későbbiekben bárkin keresztül üzenhetnek nekem, észrevételített a regénnyel kapcsolatban, mert ha elfogy, ki lesz újra a nap. Ezoltán engedje meg, hogy nagyon-nagyon szépen megköszönjük ezt a könyvet, ezt a regényt, ami ugye Szuhakánoknak állített 2002-es vezetörésnek, és gratulálják ebben a köszönöm szépen, hogy szépen. Neked is köszönöm szépen. Rendezvényt, és akkor én szerintem lehet. Köszönöm. Polgármesterem, én pedig szeretnék egy rendezvényt állítani. Köszönöm. Szükséges dedikálom szívesen, de most szerettem volna, hogy a